Jó napot! Árok! Így lám. Vasúti! Közúti! Ha? Beton! Azt kérem, kemény! 10500, ha ki lehet kalapálni az alvázát. Ugye mondtam? De okos te, te autós zseni, tessék, itt van! 10500, ha ki lehet kalapálni azt az izét, azt a vázát ott alul. Na de édeském, ezt honnan tudja ez az úr? Ezt csak úgy mondta! Kívánok. Van szerencsém. Amint látja, nekem is. Az állami biztosító kárbeslői vagyunk. Ön a tulajdonos? Gratulálok, hogy életben láttam. Szabad a biztosítási könyvecskét? Kérem, a kötelező biztosítás csak az ön által okozott kárt téríti meg. Hát ez az, kérem, ő okozta kárt, senki más. Nekivágottunk a hídlábnak. A hídlábat megcsináltatjuk, és ha van kaszkójuk? Az nincs. Uram. 8000-ből megúszott. Az a másik 10500-at mondom. Alkudni kell. Pista! Gárdos Pista! Öregem, fél négykor játszanunk kell, meghallgat a bizottság. Addig össze kell szedni a fiúkat. Mi a veszkasz? Ezzel nem újjék. A hengerek közé csapunk és begyűjtjük a gyerekeket. Ezt a párkocsit gyorsan elintézik, aztán elkérem magam, jó? Na jó, siess! Mi a csoda bajod van? Úgy lóg az orrod, mintha náthás lennél. Az vagyok. Ne bolondozz, beszélj komolyan. Üdvözlöm. Várnak valakit? A napot. Bocsánat. Foglaljon helyet, művésznő. Azt hittem, Pirit várják. Ő még nem jöhet. A főnök az egyik ruháját átalakítatja. Reggel nem volt rá idő, mert Piri biztosan elaludt egy kicsit. Előfordul. Ilyenkor aztán jól jön egy autós lovag. Jaj, ne ijedjen meg! Nem ismeretlen a lovag. Berend doktor. Biztosan az utcán találkoztak. Isten idő van. Imádom a kora őszt. Maga nem? De. Én is szeretem. Különösen a hegyekben. Igaza van. Menjünk fel a Szabadsághegyre. Benzinem is van, időm is van. Miért ne? Gyerünk. Úgy is rég ültem autóban. Az a Wartburg az enyém. A papától kaptam. Rendben, oké. Neked sem árt egy kis friss levegő. Kisasszony!